A mai epizódot az Alta támogatta. Digitális naptár és automatizáció. Sziasztok! Egy kicsit rég jelentkeztem. Szeretnék egy új topikot behozni a csatornára, ez pedig a haj stílusokról fog szólni. A mai epizódunkban az undercut hajvágásról fogunk beszélni, arról, hogy hogyan lehet jól, hogyan lehet rosszul elkészíteni, és mégis kicsit körbejárni, hogy honnan ered ez az egész hajviseleti forma. Kezdjük a jelentésével, mit jelent az undercut, magyarul alávágás, lényegében ezt fodrászként inkább mondjuk kapcsolat nélküli frizurának, viszont nem minden undercut, ami kapcsolat nélküliség egy hajban. Általában egy specifikus stílusra szoktunk gondolni, amikor az undercutról beszélünk. Kicsit picky blinders-es, oldalt felnullázott és hátra nyalt hajstílus. Ugye ezt nem csak slickbackbe találjuk meg, tehát nem csak hátra nyaltan, hanem mondjuk a Thomas shelby működött crop top hajstílbe, volt egy kicsit jobban oldalra dobta, és biztos vagyok benne, hogy találkoztatok még a Brad Pitt, Brad Pitt Fury haj stílussal, szerintem az nem is dolgozott még férfi fodrászatban, akihez nem mentek be így egy telefonnal, hogy ezt szeretném. Na de honnan ered az undercut? Hogyha visszamegyünk az időben, és megnézzük a régi eszközöket, hogy mivel vágtak hajat, akkor láthatunk óriási hentesollókat, borotvát, és ugye a régi a kézi annyira csattogós, motor nélküli kis klippert. Láthatjuk, hogy a technikalitás az kicsit elmaradt hajvágásba a mai szinthez képest. Hogyha egy oldalt felvágott hajat szeretett volna bárki akkoriban, nem feltétlenül jött szóba az, hogy hogyan dolgozzuk össze, milyen fét kerül bele. Nem véletlen, két film és sorozat, amiben ez népszerűvé vált, az első világháború után és környékén játszódik, ugye a Fury ez a második világháború, viszont a Peaky Blinders az első világháború után játszódik közvetlen, Birmingham utcáin, ahol ez az oldalt felborotvált hajstílus leginkább a bandákra volt jellemző, tehát nem feltétlen egy finom művelt úriembernek volt a jellegzetessége ez a típusú undercut frizura, mint Thomas és Arthur Shelbyn láthattuk ezeket a hajakat. A fury és a Peaky blinders hála nagyon hamar népszerűvé vált ez a fazon, viszont mi borbélyok nem annyira kedveltük, és már is elmondom, hogy miért. Ha valaki behozta hozzánk ezt a Thomas Shelby képet, és azt mondta, hogy ezt a hajat szeretném, hát tulajdonképpen ez nem más, mint egy szarú levágott haj. Thomas shelby és a bandáján mérál jól, benne vannak egy bizonyos korképbe, egy bizonyos öltözettel, és abba, abba a settingbe ez rohadt menü. Nagyon jól működik, a szett designerek pontosan tudták, hogy hogy kell ezt a hajat szarul, de mégis jól levágni, és ha csak nem élsz az 1900-as évekbe, azon is belül nem vagy a nagyon menő bandának a tagja, akkor én nagyon nem javaslom pontosan ugyanígy levágni ezt a hajat. Viszont el lehet ezt jól is készíteni, ahol napjainkban és normális munkahely mellett is tudod ezt a hajat jól hordani. Na most vegyük ki Thomas Selbit a, a stúdióból és az 1900-es évekből, és nézzük meg, hogy néz ki ez a haj egy telefon kamerájával egy hátsó szobában lefotózva. Na most erre nekem senki nem mondja azt, hogy ez egy jó hajvágás. Mutatok még pár elrettentő példát. Fantasztikus környezetben és fantasztikus stílus érzékel ez az úriember. Ez körülbelül, amikor édesanyád megpróbál fédelni, típusú fotó. Ez pedig a szabadságon volt a barbéom, és levágta inkább a szomszéd kisgyerek fotó. Na most keressünk valami ölet, hogy hogy működik ez a crop undercut -ba. Igazából nagyon nehezen találok rá példát. Na de mondjuk ennek egy ilyen sokkal visszafogottabb verziója. Igaz, tele van filterezve a fotó, meg fekete-fehér, de azt mondom, hogy a jobb fenti még tök jól tud működni. De szerintem a titok egyébként az arányok eltalálása, a, a disconnection, azaz a kapcsolat nélküliség jó elhelyezése, ugyanis érdemes ide a halánték vonalra, tehát a felső és oldalsó hajrész elválasztásához, vagyis és És hogyha undercut csinálsz, ugyanoda tedd a kapcsolat nélküliséget, tehát a halánték vonalra. Na de nézzünk egy másik példát, a híres Fury, azaz Brad Pitt, egyértelműen látható, hogy a halánték vonalig fel van gépelve, vagy fel van barotvá, vagy csak lenőtt azóta egy kicsit, a felső hajhoz meg van a hagyva, viszont van egy nagyon gyakori hiba ebben a slickbackben, amit el szoktak rontani a fodrászok, és hogyha oldalról megnézzük a hajat és a hozzátartó szöveget, itt is külön kiemelik, hogy igaz, hogy az oldala és a teteje nem kapcsolódik, viszont a hátúja kapcsolatos. És ez itt a lényeg, ez egy háromszög vágási forma felül, tehát egy előre hosszabbodó haj, hozzá kell kapcsolni szépen a hátsó hajhosszathoz. Tehát igazából oldalról nézve ez valahogy így néz ki. Tehát, hogy elmennél a fodrászathoz és egy undercut, slickback-et szeretnél kérni, mindenképp hív fel a figyelmét arra, hogy igaz, oldalt legyen kapcsolat nélküli a séró, és itt vágjátok fel géppel, viszont hátul kapcsolja hozzá a felső hajhoz, a hátsó hajrészethez. És hogy miért? Mert úgy fogsz kinézni, mint egy ö, szétkefélt lófarok hátulról. Ugyanúgy oldalról rohadt jól tud kinézni egy fotó erejéig, hogy teljesen beér a tarkódig az a felső hajhoz, viszont hogyha ez a haj elengedés nincsen ö, éppen egészségtelenül szétlakozva, akkor újra csak egy lófaroknak fogsz kinézni előről, szemből és hátulról is. Tehát én semmiképp nem ajánlok olyan undercut slickbacket, ahol ö, a hátsó részt nem kapcsoljátok hozzá a hátsó hajtömeghez, ugyanis egészségtelenül sok hajformázót kell majd használni, hogy ö, álljon valahogy, és őszintén szólva szerintem nagyon nem trendi már ezt így fordani egyébként az a Brad Pittes a Slickback Undercut séró egész jól van elkészítve. Korhű, tehát teljesen hihető, hogy ez egy második világháborús fazon a hátsó rész gyönyörűen hozzá van kapcsolva. Ez a kis kócoltsága pedig egy tankból kiszállva nem nézhetsz ki mindig úgy, mintha egy fashion estél volna ki, tehát pont ezt teszi menővé ezt a, ezt a sírót. Mutatok még pár szörnyű példát, mind a crop, mind a slickback undercut Itt hát azt eltekintve, hogy ott lett hagyva egy kis lószörre a tarkóján, ez egy borzasztóan koncepció nélkül levágott séró. A kapcsolat nélküli rész is nagyon rossz helyre van betéve. Egész rossz a felbontásunk. Mentségére szóljon, hogy ez Covid alatt készült a szájmazból kiindulva, tehát lehet otthon vágta magának. Ide látszik, hogy a hátsó rész hosszabb, mint az első, és ez konkrétan sehogy, sehogy nem néz ki. Mi kell még egy jó hoz? Egy megfelelően erős vax. Hoztam nektek kettő vaxot, egy fényeset és egy mattot, két különböző márkából, ami tökéletes választás lehet egy attól függően, hogy te a fényeset vagy a mattot preferálod. A statementnek a shine paste vízesen is felkenhető, sőt egyébként azt ajánlom, hogy először nedvesíts be a hajad, vidd fel rá vizesen, és egy kis hajszárítóval, vagy jó időben, natúran a napon, és nagyon szépen meg fog száradni, nem lesz olyan hatása, mint a taknyolat kentett volna rá, mégis meg lesz az a szép kis fény, amire vágysz, és megfelelő tartást ad neked egész napra. Így pedig a Ruger az egyik kedvenc márkánk, Ellen Beak nek a saját termékcsaládja, a MatVol 2-vel kínál egy természetes és mat hatást az undercut megfelelő fixálására. Ő is nagyon jól működik vizes hajon. Ezt a trükköt, aki nem fodrász, nem mindenki ismeri. Tehát, hogyha vizes hajra viszitek fel, úgy hagyjátok megszáradni, természetesebb, kicsit naturálisabb, és szerintem esztétikusabb hatást fogtok kapni a végén, és sokkal könnyebb beldolgozni a baksot is a hajatokban. Megtaláljátok mindkét waxot készleten, akár másnapi szállítással a clippershu 10-10% kedvezményt adok még most az árából mindkét vaxnak. Ehhez nem kell más tennetek, mint hogy használjátok a weboldalon az Undercut kuponkúrat, és 10% rögtön ledúran a wax Egyébként, ha már itt tartunk a kommentelők között, mindkét vaxot kisorsolom. És jut eszembe sorsolás, előző videóról van még egy kis tartozásom, ugyanis ki kell sorsoljam ezt a csodás Selected eszköztartó táskát. Na hát akkor is kérek. Atád nagy 2038, azaz nagy Atád nyerte ezt a Selected Travel Bag-et. Írj ránk clippers.hu-n, Instagramon, DM-ben, és megbeszéljük a szállítási részleteket. Ti pedig ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, itt, itt, nem itt, hanem itt, és kapcsoljátok be az összes értesítést, hogy ne maradjatok le a legújabb videóinkról, ugyanis nagyon érdekes tartalmakkal jelentkezünk nektek hamarosan, ezen túl minden hét vasárnap. Mára ennyi, én Jantek Tamás voltam, ezennel kicsekkolok, sziasztok! Halló! Semmi van.